Aha, kiesett a mikrofon. Micsoda kezdés. Kihullik a mikrofon. Hát, Isten hozott mindenkit. Remélem, jól vagytok. Jól vagyunk. Most érkeztünk vissza az evangelizációról, kint a Blahán. Ki az, aki látott bennünket a Blahán? Idefele jövet. Ki az, aki kint volt a Blahán? Meg itt az amerikai csoport is kint volt, kint van, vagy nem tudom. Most érkezünk meg éppenséggel. Szóval, kezdjük ez alkalmat, imádkozzunk egyet. If you need translation, you don't need tonight. You just need to bear with me while I'm doing the introduction and give some announcements. But beside that, we're gonna have a guest speaker tonight who is speaking in English, so you don't need the radios and headsets tonight. Okay. Szóval, ma vendégtanítónk lesz, ezért nem is kell rádiókat osztani. Imádkozzunk egyet, aztán kezdjük el. Bandi fog dicsőíteni. Mennyi atyám, én hálát adok neked azért a nagy kegyelemért, Uram, hogy téged ismerhetünk. Olyan nagy dolog ez. És én köszönöm azt, hogy nem csak arra hívtál el, Uram, hogy a követőid legyünk, de hogy a munkatársaid is legyünk. Emberek, Uram, akik részt vesznek abban a munkában, amit ezen a világon csinálsz. És ez nagyon nagy kiváltság, Uram. Mi látjuk azt, hogy sokan vannak, akik nem is tudják, hogy te létezel. Aztán vannak, akik tudják, hogy te létezel, de nem tudják, hogy milyen vagy. Aztán vannak, akik tudják, hogy létezel, és már tudják, hogy milyen vagy. És azokat még te be is avatod, Uram, a te titkaidba, hogy hogyan munkálkodsz. Megláthatjuk a szívedet. Megláthatjuk, Uram, a dolgokat, amiket csinálsz ezen a világon. És köszönöm, hogy bennünket választasz ki arra, hogy ennek részesei legyünk, ezt köszönjük, Uram. És hogy összejövünk ma este, mi dicsőítünk és áldunk ezért. Köszönjük, Uram, hogy ma velünk voltál, hogy kimentük hirdetni az evangéliumot. Köszönjük, hogy életeket változtattál meg. Köszönjük, Uram, hogy ez a világ a tiéd, te megvásároltad a véreden, és hogyha mi kimegyünk és ráállunk erre az elvégzett munkára, Uram, semmi nem állhat meg ellenünk. Hogy mi ráállunk, Uram, arra, amit Jézus Krisztus tett, és mindennek meg kell hajolnia, minden térnek meg kell hajolnia, minden erőnek meg kell hajolnia előtted. Ezt köszönjük, Uram. Köszönjük, hogy a világ legnagyobb győzelme a miénk, Uram. És mégis, Uram, nem kell szupermeneknek lenni. Lehetünk azok a gyenge emberek, akik vagyunk. Jöhetünk úgy, ahogy vagyunk, fáradtan, akár bűnösen, akár egy elesés után. És az Isten nem vett ki, Uram. Én ezt köszönöm ezt neked. Én köszönöm, Uram, hogy ma fogadsz bennünket, hogy szeretsz bennünket. És ma, Uram, szeretnénk fölemelni a dicséretünket hozzád, és szeretnénk kérni, hogy mindazok a beszélgetések, amik ma délután történtek kint a Blaha Lujza téren, hogy mindazok az emberek, akik hallottak rólad, Uram, hogy ezek az igék megmaradjanak, hogy növekedjenek. Ahogy most mennek hazafele, mi, mint egy gyülekezet, együtt kérünk téged, hogy ne engedd, hogy az ellenség kilopja ezeket az igéket a szívükből. Add, Uram, hogy hazafele gondolkozzanak azon, hogy mi van, hogyha a dolgok, amiket ezek az emberek mondtak, az igaz. Mi van, hogyha létezik Isten? Mi van, hogyha ő megtalálható? Hogyha közel van? Add, Uram, hogy ma hazamennek, Uram, és van egy kis szabad idejükük, elgondolkozva, Uram, imádkozzanak. Vegye körbe őket a lelked, és kiáltsanak hozzád. Hát, hogy ma este ott a csendes szobájukban emberek megtérjenek. Hogy legyenek olyan gyümölcsök, amikről nem is tudunk, hogy azok a magok indították, amiket mi előtettünk ezen az estén, vagy ezen a délutánon. Kérünk, Uram, hogy nézz arra a világra, ami körülöttünk van. Könyörülj az embereken, Uram. Nyisd fel az ő szemüket, Uram, és nekünk adj bátorságot, hogy beszéljünk arról, aki te vagy. Adj bátorságot, hogy kimegyünk innen, hogy elmerjük mondani mindenkinek, hogy létezik az Isten, lehet vele találkozni, hogy mi találkoztunk vele. Hát, hogy ne legyen a mi hitünk egy rejtett dolog. Mi áldunk és magasztalunk, Jézus. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Amen. 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 Hát dicsőítsünk. Nem a tiéd? Hát az, aki most csodálkozik, hogy miért vagyok megint én, attól elnézést kérek, nem én teltek róla. Tényleg, megpróbáltam mindent. De biztos így akarta Isten. Szóval dicsőítsünk.
Te vagy forrásom, ő áldásom, csodásabb vagy mindennél. Szaladok hozzád, hol élet vár, csodásabb vagy mindennél. Amit adsz, szök minden vágynál, szívemben szomjamat oltod, lelkeddel átjár szerelmed, bennem ér, mint tőled kaptam én, ez több minden én. Értem, meghaltál, megváltod, csodásabb vagy mindennél. Méltó nagy király, jöjj, úgy várok rád. Csodásabb vagy mindennél. Amit adsz, az több minden vágynál, szívemben szomjamat oltod, lelkeddel jár szerelmed, bennem él, tőled kaptam én. Ez több minden vágynál, több mint álmodnál. Ilyen több mint elég, több minden jónál, több mint gondolnám. Ilyen több mint elég, szomjamat oltod, lelkeddel átjár szerelmed, bennem él, mint tőled kaptam én. Szörny minden ég, szörny minden vágynál, szívemben szomjamat oltod, lelkeddel átjár szerelmed, bennem él, mint tőled kaptam én. Szörny minden én, kaptam én. Szörny minden én, mint tőled kaptam én. Szörny minden én.
Krisztus úr, ő az Úr Jézus Krisztus úr, ő az Úr Jézus Krisztus úr. Jézus Krisztus úr, a népünk fölött, király trón, király trón és uralom. Dicséret, áldás vára, mind-mind őt életi, az egyedül méltó, mert ő a győztes. Thank you.
Yeah.
Köszönöm, Jézus, hogy te élsz és feltámadtál, és hogy ez nem egy mese, nem egy történet, hanem valóság. Istenem, te valóságos Isten vagy, ki valóságosan munkálkodsz ebben a világban, a mai napon is, itt ezen a helyen is. Köszönöm, Uram, hogyha eléd jövünk bármilyen gonddal vagy problémával, te tudsz arra megoldást adni. Köszönöm, Uram, hogy te a lehetetlenből tudsz lehetőséget teremteni. Arra kérlek, hogy szólj majd hozzánk. És Uram, hadd emlékezzünk arra, hogy mit tettél. És ez indítson arra minket, hogy téged szolgáljunk, hogy téged imádjunk, hogy téged hirdessünk. Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet, kérünk arra mindenkit. Take a seat, please. Szóval, mindenkit üdvözlünk, akik az interneten is néznek bennünket. We welcome you, those who are watching us over the internet.
meg akik itt vannak ma este. And those who are present here tonight. Igazából nincs sok bejelenteni valóm. I don't have many announcements tonight. Ma nem rádió lesz, a rádión keresztül lesz a fordítás, mert egy vendégtanítónk lesz. There's no translation tonight from the back through the radios because we have a guest speaker. Az az egyetlen bejelenteni valóm, hogy a következő héten, holnaptól kezdve. The only one announcement I have is related to next week, starting tomorrow. Szerdát kivéve minden este 7:30-8 lesz egy ima alkalom itt az evangelizációkért, amik a héten folynak benne a városban. So from Monday on except for Wednesday, each night from 6:30 till 7:30 p.m. we will have a prayer meeting here for the outreach that's taking place in the city. Mert hogy van egy evangelizáció itt a következő egy hétben, nem tudnátok, de most tudjatok róla, és ti is imádkozzatok érte, kérlek. In case you didn't know, we have an outreach this coming week, and we ask everyone to pray for that. Ki volt kint ma? Who has been out in the square today? Milyen volt? The outreach, how did you jó volt? Like it? Jó volt, nagyon. We szóval jövő héten is kint leszünk, délelőtt, délután, több téren, Nyugatiba, Deák téren, Újpest központba. És fogjuk hirdetni Istent. We will be out in different squares, in different places, three different places in the city, in the mornings and in the evenings as well, proclaiming the gospel of Christ. Annyi bejelentés még hadd tegyek, láttam amúgy, hogy most a kivételesnél sokkal több kisgyerek van bent az alkalmon. Unexpectedly and unusually, we have a lot of little kids tonight. Így vasárnap esténként nekünk nincsen gyerekszolgálatunk, mert általában főleg fiatalok vannak, akik nek nincs gyerekük. We don't provide kids ministry or child care during the Sunday evening services because mainly single young people come here who don't have szóval, their families yet. Akik gyerekkel vannak és bármi gond van, nyugodtan az alkalom közben is felállhattok és kimehettek, nincsen gond. Van itt kint is tévé, hogyha bármi van, meg hátul is van egy terem, ahol megy egy tévé, hogyha bármi, nem tudom, bármi baj van, már gyerek nagyon-nagyon unja az alkalmat. So, just feel free, if you are a parent and with a child, to get up of your seat and go outside if the child seems to be bored during the service. There's a TV screen outside in which you can, on which you can follow the whatever is taking place inside here, and also in the back there's a room with a TV set as well, provided for mothers with kids. És még egy dolgot hadd mondjak, ezt el is felejtettem, hogy szeretnénk mindenkit kérni arra, hogy ma kifejezetten ügyeljetek a cuccaitokra. We'd like to call your attention to take care, to watch out for your stuff, your bags. Sajnos nem tudom, az elmúlt pár hete egy tolvaj banda, szerintem egy egész banda, szinte minden vasárnap meglátogatnak bennünket, és próbálunk lopni, eddig Isten kegyelméből mindig kiszúrtuk őket, de azért kérünk benneteket, hogyha lehet, ne hagyjátok csak úgy a cuccotokat valahol, őrizetlenül. For a few weeks now, a gang of thieves has been a frequent guest here visiting us. They try to steal from people, but fortunately we could always spot them, and they were not successful. But please just leave your, do not leave your bags and belongings unattended. Igen. Amúgy meg, ha meg te tolvajként vagy itt, akkor hallgass végig Isten igét és gondolkozz el rajta. If you are the thief here, listen to God's word and contemplate on it. Jól van. Ma este Don Patton fog tanítani. Tonight Don Patton is going to share. Ő egy amerikai misszionárius, aki feleségével itt élnek most egy évig Magyarországon, a Vajtai Bibliaiskolában. He's a missionary from the States, and he and his wife are living in the Vajta Bible School for a year now. Ott szolgálnak lent. That is where they serve. Előtte szolgáltak Nigériában, meg Jeruzsálemben, meg Ukrajnában. They were missionaries to the Ukraine, to Israel, and to Nigeria as well before. Ő tanította a vasárnap esti konferencián az alkalmakat, és nagyon megszerettük, nagyon szeretjük őt, szóval fogadjátok őt szeretettel. We love him, he was at the Sunday evening conference, so give him a warm welcome. Live for Jesus and let his love motivate you. Élj Jézusért, és engedd meg, hogy az ő szeretete legyen a motiváló erő az életedben. Open to John chapter 14 with me. Nyissátok ki a Bibliátokat velem együtt János evangélium a 14. részénél.
living for Jesus and allowing His love to motivate us in this life and on to heaven. Éljünk Jézusért, és engedjük meg, hogy az ő szeretete legyen a motiváló az életünkben, ebben az életben, és az elkövetkezendőben is. John 14. Tehát János 14. Verse 19. 19. vers. A little while longer, and the world will see me no more, but you will see me, because I live, Jesus said, you will live also. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem. De ti megláttok, mondja Jézus, mert én élek, és ti is élni fogtok. He promises us life. Ő életet ígér nekünk. Because he is alive, risen from the dead, we also have life. Mivel ő feltámadt és él, ezért nekünk is életünk van. The question is, how are we living? A kérdés az, hogy hogyan éljük ezt az életet. Or what are we living for? Vagy hogy miért élünk? What is motivating us? Mi az, ami motivál minket? Jesus wants us to live for his love. Jézus azt akarja, hogy az ő szeretetéért éljünk. John 15. János 15-ben. Verse 9. As the vers, Father loved me, I have loved you. Abide in my love. 9. vers, ahogy engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Isn't that nice? Nem hangzik ez jól? Jesus says, I've loved you. Jézus azt mondja, hogy én szeretlek titeket. How? De hogyan? Just like the Father has loved him. Pontosan, ahogy az Atya szeret. That's perfect love. Ez a tökéletes szeretet. And he says simply, abide, remain in my love. És azt mondja, hogy lakozz, maradj meg ebben a szeretetemben. Let's read a few more verses from verse 10 down through verse 17. Tehát a 10-től a 17. versig még ugyanebben a részben nézzük meg. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you and that your joy may be full. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömem legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. What does it mean to remain in the love of Jesus? Mit jelent az, hogy Jézus szeretetében maradunk? It means to do what is pleasing to him. Az, hogy azt tesszük, ami számára kedves. Says, if you keep my commandments, you will abide in my love. Azt mondja, hogy ha megtartjátok a parancsolataimat, akkor megmaradtok a szeretetemben. Is it tough? Ez nehéz? Is it kemény? Difficult? Nehéz. John says, God's commandments are not burdensome. János azt mondja, hogy nem terhesek számunkra Isten parancsolatai. Does Jesus want us to be burdened down because we have to keep some commandments? Jézus azt akarja, hogy leterhelődjünk csak azért, mert parancsolatokat kell megtartanunk. Look what he says. Nézzük, ő mit mond. He says, these things I've spoken to you, that what? That my joy may remain in you. Azt mondja, hogy én azért mondom nektek ezetek, hogy ezeket, hogy az én örömem bennetek legyen. Was Jesus at peace? Was he full of joy? Jézus telve volt örömmel. Ő neki volt békessége? Yes. Igen. And he says that if we do what is pleasing to him, if we remain in him, we will have his joy and it will be full. Azt mondja, hogy ha ő benne maradunk, és azt tesz, az ő szeretetében, és azt tesszük, az ő számára kedves, akkor az ő öröme a miénk lesz, és teljességben bennünk fog lakozni. He wants this love not only just to remain in us, but to be seen among us. Ő azt akarja, hogy nem csak, hogy bennünk legyen, megmaradjon bennünk ez a his joy. Love. Ahogy ez a szeretete, ne csak, hogy bennünk maradjon, hanem, hogy közöttünk nyilvánvaló legyen. Verse 12 and continuing. 12. verstől ezt mondja. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. You are my friends if you do whatever I command you. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. You know, God has ordained praise from the mouth of babes.
Isten úgy rendelte, hogy gyermekek szája által is dicsőség származzon neki. We don't know, maybe the baby was praising the Lord. Nem tudjuk, lehet, hogy a kisbaba most az Urat dicsérte. If it continues to cry, we'll understand that it probably wasn't. Ha tovább sír, akkor majd valószínűleg nyilvánvaló lesz, hogy ez nem a dicsőítés Jesus hangja volt. Jesus calls us friends. Jézus barátainak hív minket. He's calling someone, maybe. Hallottuk, most megcsörrent a telefon. Hív minket. If we do what he commands. Hogyha mi azt tesszük, amit ő parancsol nekünk. 15 through 17. No longer do I call you servants. A servant does not know what his master is doing. But I have called you friends. For all things that I heard from my father, I have made known to you. You didn't choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you. These things I command you that you love one another. 15-től a 17. versükben ezt mondja. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Sometimes I just think, read his words and say amen, and that's enough. Van, amikor arra gondolok, hogy elég csak felolvasni az ő szavait, az igét, és azt mondani amen, és ennyi elég is. No, let's love one another. Hogy egyszerűen csak szeressük egymást. Do whatever he commands us. Tegyük azt, amit ő kér tőlünk, amit parancsol. Have a fullness of joy. És legyünk telve örömmel. But there are some of us. De vannak közöttünk néhányan. That our joy isn't so full. Akiknél az öröm az nincs ennyire túlcsordulóan meg. There are some of us that aren't really expressing such a deep love. Van aki nem tud egy ilyen fajta mély szeretetet kifejezni. We struggle. És küszködünk. So we're going to continue to study. Úgyhogy ezért tovább is megyünk a tanításban. To help each of us to see that we can be compelled, we can be motivated by the love of Jesus. Hogy láthassuk, hogy mindannyiunk számára milyen motiváló erő lehet Jézus szeretete. Not just for this life, but for heaven. Nem csak erre az életre, hanem a mennyben is. Turn to Colossians chapter 3. A Kolossi 3-hoz lapozzatok most. Verse 1 and 2 to begin. Első verstől olvassuk. If you were raised with Christ, or it could be said since you were raised with Christ. Tehát azt mondja, hogy ha tehát, mivel feltámadtatok a Krisztussal, mióta feltámadtatok. If then you were raised with Christ, seek the things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above and not on things of the earth. Azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Now, how many of your minds started saying, well, but things are difficult, or but there's these distractions. You know, you start coming up with immediately reasons why our minds can't be set on things of heaven. Hányan voltatok úgy, hogy olvastátok ezeket a verseket, és azt mondtátok, oké, de mi vannak nehézségek, meg vannak ilyen zavaró tényezők, ami miatt ez nem teljesen megvalósítható. Maybe it didn't happen to you right now. Lehet, hogy nem pont most, amikor ezt felolvastuk, nem ekkor gondoltad ezt. But tomorrow, when we start being busy with things of the work week or the week, de holnap, amikor elkezdődik a hét, és mindenki nagyon elfoglalt lesz, és elmegy munkába, some of our minds will become focused upon things of the earth. Akkor igenis a mi elménk a földi dolgokra fog koncentrálni. How do we keep ourselves focused upon heaven? De hogy tudjuk azt megtartani, hogy emellett az odafelvalókkal törődjünk, hogy arra koncentráljunk, ami ott van? Do we just look up the whole time? Mindig csak fölfele nézünk, ez a módszer. Just thinking about heaven? És hogy akkor ilyenkor fölnézek, akkor a mennyre gondolok. Actually, Paul tells us we have to look down to begin. Ugye, Paul, you said? Paul. Paul mondja azt, hogy igazából nekünk ahhoz, hogy ez megtörténjen az életünkben, először lent kell kezdeni, lefele kell nézni. It's interesting. The key
to having the right perspective of heaven is remembering what has happened to us here on earth. Nagyon érdekes, hogy ahhoz, hogy a megfelelő perspektívából, a menny perspektívájából lássuk a dolgokat, először lefele kell néznünk ide a földre, hogy itt mi történt. We have to look down and see that the old nature, the sinful nature has to die with Christ. Látnunk kell azt, hogy a mi régi természetünknek, az óemberünknek Krisztussal együtt meg kell halnia. Verse 3 and 4, for you died and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. Azt mondja a harmadik, negyedik versben, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. If your mind is struggling with focusing upon things of the earth, hogyha te azzal küzdködsz, hogy folyamatosan a földi dolgokra figyelsz, arra fókuszálsz. Don't say, well, today I'll work a little harder, I'll be a little stronger. Don't do that. Akkor nem mondd azt, hogy na, ma keményebben fogok dolgozni, ma jobban odafigyelek. Oh, why am I always thinking about these sinful things? Miért van az, hogy mindig csak ezekkel a bűnös dolgokkal foglalkozok, hogy ez van tele a fejemben? That's not the answer. Nem ez a válasz, nem ez a megoldás. The answer is remembering that we have to die with Jesus. A válasz ott van, hogy emlékeznünk kell arra, hogy mi Jézussal együtt megfeszítettünk. But it's not a depressing thought, because we're also alive with Jesus. De nem kell, hogy ez a gondolat maga lehúzzon minket, mert azt is tudjuk, hogy Krisztussal együtt feltámadtunk. Some days when I wake up, I just remind myself, Lord, let this old man die with you. Van, amikor reggelente fölkelek, és emlékeztetnem kell magam arra az Úr előtt, hogy Uram, ez az én óemberem, ez meghalt veled együtt. And let your life be flowing through my life. És Uram, engedd meg, hogy a te életed az rajtam keresztül folyjon át. Let my life be immersed in your life. Hagy olvadjon bele az én életem a tiédbe. And it's also good when we start the day to say, this could be the day that Jesus would come. És az is jó, hogyha úgy kezdjük a napot, ha arra gondolok, hogy lehet, hogy ez az a nap, amikor Jézus visszajön. If you're expecting him to come, there's a greater chance that you're going to be living for him. Hogyha te folyamatosan várod őt, hogy visszajön, akkor nagy esély van arra, hogy érte éled az életed. Turn back a few pages to 2 Corinthians 5. Menjünk el a 2 Korintus 5-be. Verse 14. For the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died. And verse 15. He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and rose again. 14. és 15. vers. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. The love of Christ compels us. Krisztus szeretete az, ami szorongat minket, ami motivál minket. Mit jelent ez pontosan? It means it forces us to move. Ez azt jelenti, hogy arra kényszerít minket, hogy lépjünk, hogy elinduljunk. Some people like to get in a nice comfortable chair. Van, aki szeret nagyon kényelmes székben ülni. Read their Bible. És úgy olvasni a Bibliáját. You know, try to keep from falling asleep. És megpróbálnak ilyenkor nem elaludni a Think about the love székben. Of God. És próbálnak ilyenkor Isten szeretetéről elmélkedni. And say, ah, it's so good. És azt mondják, ez annyira jó. Well, that's all right. Ha ezt teszik, ez teljesen oké. But Paul, I don't picture sitting in a nice comfortable chair. De valahogy Pált nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen kényelmes székbe elhelyezkedik. He was being moved forward. Őt folyamatosan valami hajtotta előre. He said, I am doing more than all of the others, but it's not really me, it's God's grace working through me. Azt mondta, hogy én egyedül többet teszek, mint az összes többi együttvéve, de ez nem én vagyok, hanem Krisztus szeretete az, ami rajtam keresztül munkálkodik. You know, if God's love is compelling you, it's actually difficult to do nothing. Hogyha Isten szeretete az, ami motivál téged, ami így szorongat, akkor igazából nehéz ennek ellenállni, és nem csinálni semmit. 2009, my wife and I moved to Nigeria to help start a new Calvary Chapel. 2009-ben a feleségemmel Nigériába költöztünk, hogy ott egy új Golgota gyülekezet plántálásában részt vegyünk. We got there in the middle of the dry season when at night in the room we were sleeping it was like 34 degrees Celsius.
34. Wow. Yeah. Tehát, I was amazed too. A száraz időszak kellős közepén érkeztünk meg, ami azt jelentette, hogy éjszaka is a hálószobánkban 34 fokos meleg volt. Yeah, it's not even 34 in here. It's not 34 degrees in here. Ja, tehát hogy itt nincs 34 fok most. But for you it's already hot. De már most ezt nagyon melegnek érezzük, ami itt van ebbe a terembe. We were there and this heat was on us. Tehát ott voltunk, ugye, és hihetetlen rekkenő hőség volt. And then things didn't work out the way we were expecting them to. És a dolgok pedig nem úgy alakultak, ahogy mi eredetileg elképzeltük. And we waited a week. És vártunk, ezután vártunk egy hetet. Not so much changed. Nem igazán változtak a dolgok. 2 weeks. Aztán két hetet. Marta said, if something doesn't change, we need to leave. A feleségem azt mondta, hogy ha nem változnak a dolgok, akkor itt kell hagynunk ezt az egészet. Waited a month. Aztán vártunk egy hónapot. Still not so much changing. Még mindig igazán nem változtak a dolgok. About 2 months later. Két hónappal később. Things started to change. Elkezdtek változni a dolgok. And after 4 months, és 4 hónap múlva, we moved to the new place and we helped get a new church started. Sikerült elköltözni egy új helyre, és elindulhatott a gyülekezet. It was hard to wait. De nehéz volt a várakozás. We felt like God wanted to do something. Mi úgy éreztük, hogy Isten valamit el akar végezni, valamit munkálkodni akar. His love forces us to move. Az ő szeretete az, amely minket elindít, to ami act. Hajt, hogy cselekedjünk. He died for all of us. Verse 15. Ő mindannyiunkért meghalt, ahogy a 15. That those who live should no longer live for. Hogy azok, akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek. For who? Tehát hogy ne éljenek kinek? For ourselves. Saját maguknak. Now, who do we live for? Mi kiért élünk? Miért élünk? Many times it's for ourselves. Ugye nagyon sokszor saját magunkért. The Bible says, don't do that. A Biblia meg a pont azt mondja, hogy ne ezt tedd. But live for the one who gave his life for you. Hanem azt mondja, hogy élj azért, aki az életét adta érted. Live for him. Élj érte. Who died for us and rose again. Aki meghalt érted és feltámadt. He said, because I live, you will live also. És azt mondta, hogy ő azt mondta, hogy mivel én élek, ti is élni fogtok. Let his love motivate us no longer to live for ourselves. Engedjétek, hogy az ő szeretete arra motiváljon, hogy már nem magatoknak éljetek. You say, it's hard though. De ez nehéz. I'm thinking about myself all the time. Én mindig mondhatod, hogy ez nehéz, mert én mindig csak magamra gondolok. Paul says in verse 17, if we're in Christ, we're a new creation. Pál azt mondja a 17. versben, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Old things have passed away, behold, all things have become new. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Start living in the newness of life. Kezdj élni ebben az új életben. See the old things is passing away. Mert hogy a régi dolgok, nézd, figyeld, hogy a régi dolgok azok folyamatosan elmúlnak. There's another reason that we are to live for Jesus now. Van egy másik oka, hogy miért élünk mi most itt Jézusért. Turn with me to 1 Corinthians 3. Az 1 Korintus 3-hoz lapozzatok. And while you're turning there, és amíg ott odalapoztok, speak out what you think would be other reasons why we're supposed to live for Jesus now. You asked them to do. Yeah, mondjatok néhány dolgot, hogy milyen oka lehet annak, hogy milyen indok, hogy mi Jézusért éljünk. Szerintetek? Don't everybody say at the same time. Nem egyszerre, csak így beszólásos alapon. But go ahead. De nyugodtan mondjatok dolgokat. Why are we to be living for Jesus now? Miért éljünk most mi itt Jézusért? He's the only truth. Mert ő az egyedüli igazság. Okay. The time is short. We don't know how long we have to live for him, so let's do it now. Meg hogy rövid az idő, nem tudjuk, hogy mennyi időnk van hátra, úgyhogy jobb, ha ezt érteljük. He's worthy, he deserves it. Mert ő megérdemli ezt. Ő méltó erre. She can translate this way too, so go ahead. Yeah. He's the only one to follow. Ő az egyedüli, akit követni lehet. Érdemes. Anyone else? Gives him glory and like we already heard, us joy. Mert hogy ő ezáltal dicsőséget kap, vagy dicsőséget szerez neki, és ez nekünk örömet okoz. He's the source of love. He's the source of life. Ő a szeretet forrása. This is wonderful. Okay.
We could die today. That's a little bit motivated by fear, but it is az true. Az is igen, lehet, hogy mert hogy lehet, hogy ma meghalunk. Ezt, Moses ezt picit, prayed, mintha a félelem diktálná. Lord, teach us to number our days that we might gain a heart of wisdom. Ugye olvassuk a Bibliába, hogy Uram, taníts meg nekem bölcsen számlálni a napjaimat. Még valaki? Okay, truth and hope. Mert ő az igazság és a reménység. Ezt nem hallotta, bocs. Because his burden is light. Yeah, his burden is light. Mert az ő igája könnyű. Okay, we didn't get to it. There's one more. Oh, there's one more. Go ahead. Oh, because we were created for this. We were created tehát to bring azért, him pleasure. Erre lettünk teremtve, hogy it's ezt very good. Így éljünk. But you know what? This chapter, okay, you want to say one more? He gives us eternal life. Mert ő örök életet ad nekünk. This one's closer. That's closer. Közel van már. Chapter 3 here tells us itt az 1 Korintus 3 azt mondja nekünk, the way we live now, today, ahogy mi ma, most itt élünk, the way we live during our time on earth, az idő alatt, az az élet, amit itt élünk a Földön, does not just affect us today and the whole time we're alive on earth, nem csak a mai napunkra van hatással, meg arra az időszakra, amit eltöltünk itt a Földön, but interestingly enough, hanem nagyon érdekes módon, it affects how we will live for all eternity. Hatással lesz arra, hogy az egész örökkévalóságban hogyan fogunk élni. It's a long time. Az meg egy hosszú idő. In reality, it's a different understanding of time. Tehát ugye egész másképp kell az időhöz viszonyulni. Let's read a few verses here. Beszélünk. Nézzük meg, which verse? A few of them. Ja, nézzük meg itt akkor egy pár verset. Beginning of verse 5 through verse 15. Tehát az 5-től a 15-ig fogjuk nézni. First, we're not just doing it to please some man. Ugye először is mindezt nem csak nem azért tesszük, hogy embereknek tetszésére legyünk. 5 through 7. Who then is Paul? Who is Apollos? But ministers, servants, through whom you believed, as the Lord gave to each one. I planted, Apollos watered, God gave the increase. So then neither he who plants is anything, nor he who waters is anything, but God who gives the increase. Tehát a 5-től a 7. versig erről beszél. Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek, mégpedig ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. So the focus is that God wants to do a work in and through us. Úgyhogy a lényeg az, hogy Isten rajtunk keresztül, bennünk és rajtunk keresztül akar munkát elvégezni. We first have to understand it's God working in us and through us. Azt kell megértenünk, hogy Isten az, aki bennünk munkálkodik és rajtunk keresztül is. Verse 9 through 10. Now he who plants and he who waters are one, meaning they're the same, equal. Each one will receive his own reward according to his own labor. For we are God's fellow workers. You are God's field. You are God's building. According to the grace of God, which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation and another builds on it. But let each one take heed how he builds on it. 8-10. versig. Aki ültet és aki öntöz egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adatott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Paul introduces an interesting word. Pál itt egy érdekes szót mutat nekünk, vagy vezet be. Reward. A jutalmat. Reward based on what? A jutalom annak mi az alapja? Based upon how we serve. Az az alapja, hogy mi hogyan szolgálunk. Based upon our work. A munkánk az alapja. God is working in us. Isten munkálkodik bennünk. But we also are working for God. De mi ezzel egy időben Istenért munkálkodunk. Isn't that interesting? Nem érdekes ez? We are God's building. Tehát, hogy mi Isten épülete vagyunk. We're the temple of God. Mi Isten temploma vagyunk. But we're also building for God. De mi is építünk Istenért dolgokat. And Paul tells us that we're doing it according to God's grace. És azt mondja Pál, hogy mindezt
Isten kegyelme által annak megfelelően tesszük. He says, I might start something, maybe another person finishes. That's okay. Azt mondja itt, hogy én lehet, hogy elkezdek valamit, és aztán majd más valaki azt befejezi, ez teljesen rendben van. But he warns us here. De figyelmeztet minket. Listen to this phrase. Nézzétek meg ezt a kifejezést, hogy mit mond. The end of verse 10. A tizedik vers végén. But let each one take heed how he builds on it. Azt mondja, hogy vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. How? Hogyan? Some people are ready to go and build. It's fine. Van, aki már készen áll arra, hogy menjen és építsen. Ez teljesen rendben van. May the Lord give him grace. Isten adjon nekik ezt kegyelmet. Take heed how you build. Tehát vigyázz arra, hogy hogyan építesz. What does the how speak of? Miről beszél ez a hogyan? It speaks of motivation. A motiváció van mögötte. Our heart. A szívünk. Is our heart in this? A szívünk benne van ebben az egészben. Are we just going through the motion? Vagy pedig mi csak ilyen rutinból csináljuk a dolgokat. We sang a wonderful song. Nagyon szép dalokat énekeltünk. I'm coming back to the heart of worship because it's all about you. Hogy visszatérek az igazi dicsőítéshez a szívemben, azért mert rájövök, hogy mindez rólad szól. I have been guilty, and maybe some of you have as well, of lifting my hands, and then all of a sudden I'm thinking about what I'm going to eat after church. Aha, nekem is volt már ilyen, biztos veletek is, hogy fölemelem a kezem dicsőítés közben, és hirtelen azon kezdek el gondolkozni, hogy mit fogok enni az alkalom után. Probably not the heart of worship. Tehát valószínűleg ilyenkor nem az igaz dicsőítés van itt a szívemben. I believe that. It's happening to me now. The team who hasn't eaten since 3 o'clock. Most történik velem gyakorlatilag, hogy ezen gondolkozom. Sorry guys, 10 more minutes. Még 10 percet kérek tőletek. You can hang on for 10 more minutes. Addig még kibírjátok. That's my part. Then the rest. Ez az én részem. Take heed how we build. Tehát vigyázz arra, hogy hogyan építesz. Verse 11 down through verse 14 to begin. Tehát a 11-től a 14. versében így folytatja. For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Now if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort it is. If anyone work which he has built on it endures, he will receive a reward. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. We will receive a reward if we build faithfully. Ha mi hűségesen építünk, akkor jutalmat fogunk kapni. When will we receive it? Mikor fogjuk ezt megkapni? The day that we stand before God. Azon a napon, amikor megállunk Isten előtt. That's what it means here when it says in verse 13, each one's work will become clear for the day that we stand before God will declare it. Tehát ezt jelenti az, amikor azt mondja, hogy mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz azon a napon. It will be tested by fire. Tehát a tűz fogja megpróbálni. That what is good will endure, what is not will be taken away. Ami jó, az átvészeli a tüzet, ami pedig nem, az elmúlik, elporlad benne. So we're to be cautious, we're to be attentive to how we build. Úgyhogy ezért van az, hogy vigyáznunk kell arra, hogy pontosan mivel építkezünk. But we're also to be aware of how long we build, or if we are enduring to the end. De arra is figyelnünk kell, hogy milyen hosszan építkezünk, hogy vajon egészen végig kitartunk ebben. You know, when I was a new believer, amikor friss hívő voltam, I started reading the Bible. Elkezdtem ugye olvasni a Bibliát. And I said I was going to read it from the beginning to the end. És azt mondtam akkor, hogy oké, elkezdem az elejétől és egész végig olvasom. Genesis. Ugye 1 Mózes. Exodus. 2 Mózes. Leviticus. 3 Mózes. Leviticus the second day.
Leviticus. Aztán még mindig a három mózesben voltam. And I didn't get to the end. És nem igazán értem el a végére az egésznek. So the next time. Úgyhogy legközelebb. I'm going to read the Bible. Azt mondtam, na, akkor most elolvasom a Bibliát. I'm going to read it from the beginning to the end. És az elejétől a végéig elolvasom. And some of us make the mistake of telling other people about it. És akkor ugye néhányan hibázunk ilyenkor, mert elmondjuk a többieknek, hogy át fogjuk olvasni a Bibliát. Úgyhogy elindulunk egy Mózesnél. Genesis. Exodus, then Leviticus. Mózes, aztán három Mózes. I think the second time I made it through. Azt hiszem, másodjára, amikor nekiálltam, akkor sikerült átolvasni. But it's not just how we start, but it's if we continue. De nem az a lényeg, ugye, hogy elkezdjük, hanem hogy tényleg vajon kitartunk és végigmegyünk. And some people, they'll have things burnt. Van lesznek olyan emberek, akiknek az építménye az elég. Does that mean that he's not going to be saved? Ez vajon azt jelenti, hogy ő maga nem menekül meg? Verse 15. If anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. A 15. versben ezt mondja, de ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. So it's important how we build. Úgyhogy fontos az, hogy hogyan építünk. With the right heart. Hogy megfelelő legyen a szívünk hozzá. Not to be seen by men. Hogy ne az legyen a motiváció, hogy mások mit mondanak el és látják el. But to be pleasing to God. Hanem hogy kedves legyen Isten előtt az. And also how long. És az is fontos, hogy milyen hosszan teszik ezt. Chapter 4, verse 1 and 2. A negyedik rész, tehát az 1 Korintus 4 első két verse. So let a man consider us as servants of Christ and stewards or caretakers of the mystery of God. Whoever, moreover, it is required in a steward that one be found faithful. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. We have to be faithful until we get to heaven. Egészen addig hűségesnek kell maradnunk, amíg a mennybe nem jutunk. So here Paul says we can live now in light of heaven because if we're faithful, we will be rewarded when we get to heaven. Pál azt mondja, hogy ezt az életet a menny fényében élhetjük, mert hogyha mi kitartunk hűségesen, akkor jutalmat kapunk a mennyben. Turn to Matthew chapter 6. Lapozzatok most a Máté 6-ba. Someone might say, especially like if it's an unbeliever. Van, aki azt mondja, kifejezetten az, aki nem hívő. You know, is it really right to say that I'm motivated by heaven? Vajon jó, helyes azt kimondani, hogy nekem a motiváció erőm az a menny, ami ott rám vár? Aren't you Christians just kind of greedy? Nem jelenti ez azt, hogy kicsit kapzsik vagytok, ti keresztények? Get more and more in heaven, so you have more than others. Hogy többet, minél többet akartok felhalmozni a mennyben, hogy nektek több legyen, mint másnak. Ez vajon jó hozzáállás? Am I greedy? És akkor ilyenkor föltehetek a kérdést, hogy tényleg lehet, hogy én kapcsi vagyok? Hogy miért is csinálom én ezt? Is it just to have more in heaven than someone else? Tényleg csak azért, hogy nekem több legyen majd a mennyben, mint másnak? No, that's not what we're doing. Nem ezért tesszük ezt. How many of you have family living outside of Budapest? Show by raising your hand. Ki az, akinek a családja, emelje fel a kezét, nem Budapesten lakik, hanem Budapesten kívül. Living outside. Maybe some are here, but some outside. Tehát van, aki itt él, de van, aki Budapesten kívül. Many of us. Elég sokan vagyunk így. Obviously my family is as well. Hát ugye nyilvánvalóan az én családom se itt él Budapesten. Now, if I told you that my wife, her mother lives in Puerto Rico. Ha azt mondanám neked, hogy az én feleségem édesanyja Puerto Rico-ban él. You would say, oh, Puerto Rico. Azt mondod, oh, Puerto Rico. You guys really suffer, don't you? Jó, nagyon szenvedhettek ott. Okay. Now if I told you that she only sees her mom every 3 or 4 years, would you think that we're still living so easy? Ha ehhez még hozzátenném, hogy csak 3-4 évente egyszer tud találkozni az anyukájával, akkor már nem olyan fényesen néznek ki a dolgok. Now, if I told you she has a plan to go and see her mom. Ha azt mondanám neked, hogy a feleségének van egy terve arra, hogy majd el fog menni és meglátogatja az anyukáját. Would she be wrong for that? Akkor ezt a szemére vetnéd, hogy ő ezt így meg akarja valósítani? No. Nem. Now if I told you she calls her mom almost every week. De hogyha még ezt hozzátenném, hogy az ő anyukáját, tehát a feleség az anyukáját hetente felhívja. She reminds her mom that she loves her. Tehát ezzel így emlékezteti az anyukáját arra, hogy that ő szereti. She's
that's concerned őt. What's happening in her mom's life. Fontos számára, hogy mi minden történik az anyukája életében. And that she desires to see her. És hogy van egy vágya arra, hogy minél hamarabb találkozzon vele. And she says nice things to her mom. És kedves dolgokat mond az anyukájának ilyenkor. She wants to be pleasing to her mom. Szeretné, hogyha mindaz, amit ő mond, az kedves lenne az anyukájának. Would that be wrong? Ez vajon rossz? Because when she goes to see her mom in Puerto Rico, she doesn't want her mom to say, "Why haven't you called me?" Mert nem akarja azt, hogy amikor oda megy az anyukájához Puerto Ricóba, akkor majd azt kiapja az anyukájától, hogy miért nem hívtál engem, amíg oda voltál. Hát mindig csak rád gondoltam. What's been happening in your life? Mi történt az életedben, amíg nem láttalak? Right? We are motivated by heaven because that is our true home. Minket a menny motivál azért, mert az, ami igazi otthonunk. Heaven is our true home. A menny a mi igazi otthonunk. There is my father. Ott van a mi atyánk. And I want to live for him, that when I go to be with him, he will receive me. És azért akarok érte élni, mert hogy amikor majd oda kerülök és ott leszek vele, akkor ő befogadjon engem. That he'll receive me with love. Hogy szeretettel vegyen körül engem. Jesus says in Matthew chapter 6. A Máté 6-ban Jézus azt mondja. Don't lay up verse 19 through 21. 19-től 21-edik versig. Matthew 6:19. Do not lay up for yourselves treasures on earth where moth rust and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys, where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a bój és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a bój, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki és nem lopják el, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. We already had the warning not to put our treasures here. Ugye a figyelmeztetés az elhangzott már nekünk, hogy a kincseket might come to see what we have. Az alkalom elején hallottuk, hogy ne ide hozzuk a kincseket, mert tolvajok vannak itt. De Jézus valahol ugyanezt mondja nekünk. But he says there is a place to put treasure. De ő azt mondja mellett még, hogy van egy hely, ahova viszont gyűjthetjük a kincseket. És ez pedig a menny maga. And it will be waiting for us when we get there. És ez a kincs, amit ott gyűjtünk, ez ott fog ránk várni, amikor oda kerülünk. Will be in the direction of our treasure. És a szívünk pedig arra fog fordulni, arra fordul, ahol a kincsünk van. He says, don't worry about the things of this earth, what we'll eat, what we'll drink, what we'll wear. Azt mondja, hogy ne aggódjatok amiatt, hogy mit fogtok enni, mit fogtok viselni, hogy milyen ruházatotok lesz. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all the other things will be added to us. Hanem keressétek először az ő országát és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. We can do this. Ezt meg tudjuk tenni. What does it mean to lay up our treasure in heaven? Mit jelent az, hogy a mennybe gyűjtjük a kincseinket? Well, Jesus gives us examples. Jézus példákat mond erre. Doing good things, but not to be seen by men. Jó dolgokat teszünk, de nem azért, hogy az emberek láthassák azt. Praying, not to be seen by men, but to be seen by God. És imádkozunk, és ezt titokban tesszük, nem azért, hogy mások lássanak minket, hanem hogy az atyánk az lássa. Fasting, but not to be seen more spiritual by others, but to be seen by God. És bőtölünk, de nem azért, hogy mások lelkiebbnek lássanak minket, hanem hogy Isten ránk tekintsen. Paul tells us, we can build by bringing others to Jesus. We can build God's kingdom. Pál azt mondja, hogy Isten országát mi tudjuk építeni azáltal, hogyha másokat ebbe az országba behozunk. I can keep my mind focused upon what pleases God, seeking his kingdom. Hogyha az amikor az ő országát keresem, akkor az elmémet rá tudom irányítani, és őt tudom keresni. And his righteousness. És az ő igazságát. There was a time in Abraham's life when thieves came in and stole from him. Volt egy időszak Ábrahám életében, amikor tolvajok jelentek meg nála, és loptak tőle. They stole Lot, his relative. Tehát ellopták Lótot, az ő rokonát. And then the Lord gave him strength and he went and defeated the enemies. Az Úr pedig ekkor erőt adott neki, és ő utána ment az ellenségének, és megverte őket. And after he came back, God spoke to him. És miután ebből a csatából visszatért, Isten szólt hozzá. He had just had earthly things taken from him. Tehát ebben az esetben ugye földi dolgokat vettek el tőle. The Lord said to Abraham in a vision, he says, "Do not be afraid, Abraham. I am your shield and your exceedingly great reward."
Így szólt az Úr Ábrahámhoz látomásban: ne félj, Abrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. If we live for heaven, God will protect us now. Hogyha mi a mennyért élünk, akkor Isten itt és most megvéd minket. And our reward will be great. És a jutalmunk az bőséges lesz. And turn to the book of Revelation, the last chapter. Menjünk el a Jelenések könyvének a legutolsó fejezetéhez. And these are the last verses. És ezek for tonight. Ja, ezek lesznek az utolsó igeversek, amiket ma megnézünk. Jesus tells us. Jézus mondja a következőt. Revelation 22 verse 12 and 13. Tehát Jelenések 22 és 13. vers. These are such special verses. Let's stand up, that way if anyone's sleeping, they can hear them also. Nagyon különleges versek, tiszteljük meg őket azzal, hogy felállunk és úgy hallgatunk. És ilyenkor föl tud kelni az is, aki eddig aludt. Feels good to stand up, isn't it? Jól esik felállni, nem? But you know what? It will feel better to stand before Jesus. És még jobb lesz, amikor majd Jézus előtt állunk. Jesus says, "Behold, I am coming quickly. My reward is with me to give to everyone according to his work. I am the Alpha, the Omega, the beginning and the end, the first and the last." Azt mondja Jézus: íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az Alfa és az Omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. He says, I'm coming quickly. Azt mondja, hogy hamar jövök. We say, oh, that's great. És azt mondjuk, ú, ez szuper. But he also says, I'm coming with a reward. De azt is mondja itt, hogy jutalommal fogok megérkezni. To give to everyone according to how they live, how they work. Hogy mindenkinek megfizessek azért, azáltal, amit ő, ahogy ő élt, amit ő tett. Jesus said to the one who was faithful, Jézus azt mondta annak, aki hűséges volt. He would hear his Lord say, "Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord." Azt mondta neki, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, kevésen. You were faithful over a few things, kevésen, I will make you ruler over many things. Kevésen voltál hű, de sokra bízlak ezután. Enter into the joy of your Lord. Lépj be a te uradnak örömébe. It's going to be a time of rejoicing. Tehát ott öröm lesz. If we just keep our minds focused upon the Lord. Hogyha mi folyamatosan az Úrra figyelünk. So like the book of Revelation ends, may it be our prayer. Legyen az az imánk, ahogy a Jelenések könyve befejeződik. Jesus testifies and says, "Surely I am coming quickly." Jézus maga mondja azt, hogy bizony hamar eljövök. Even so, come Lord Jesus. És erre azt mondjuk, jöjj Uram Jézus. We thank you, Lord. Köszönjük, Uram. You are the reason that we live. Hogy te vagy az, ami miatt mi élünk. And may your life be the motivation for us. Uram, legyen a te életed a motiváló erő a mi életünkben. May your love flow through our lives. Hogy csak folyjon keresztül a te szereteted a mi életünkön. To touch others. Hogy az meg tudjon érinteni másokat. May you move us away from just sitting into the place of moving and building for you. Uram, ne csak üljünk, hanem te indíts el minket, te hajts minket ahhoz, hogy mi munkálkodni tudjunk is. We don't know when, Lord, but we believe you're coming quickly. Nem tudjuk, Uram, mikor, de tudjuk, hogy gyorsan fogsz megérkezni. And you remind us tonight that you're going to reward us. És Uram, ma este emlékeztettél minket, hogy jutalmat készítettél. You even tell us to lay up our treasure in heaven. És te azt is kérted tőlünk, hogy a mennybe gyűjtsük a kincseinket. We want to live for you. Uram, érted akarunk élni. To live for heaven. Azért, hogy a mennyért tudjunk élni. Empower us with your Holy Spirit. Uram, a te lelkeddel adj nekünk erőt. Forgive those of us that have been living for self. Uram, bocsáss meg azoknak, akik önmaguknak éltek. And change us. És változtass meg minket. That we would truly be focused upon you. Hogy tényleg csak egyedül te rád tudjunk figyelni. Motivate us by your love. Uram, a te szereteted az, ami szorongat minket. Amen. Amen. És ahogy folytatjuk a dicsőítést, akartuk maradjatok állva. Akartuk, üljetek le. És hogyha szeretnétek, akkor nem, most nem tudunk imádkérni, mert nincs hely rá. A lényeg az, hogy dicsőítsünk tovább. Még egy pár számmal.
Tied on the tree.
Back here.
Drága Istenünk, mi meghajlunk előtted, és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt a munkát, amit közöttünk végzel, Uram, hogy érezhetjük a jelenlétedet, hogy érezhetjük azt, hogy itt vagy velünk, hogy szólsz hozzánk, hogy Uram, te itt munkálkodsz közöttünk, mint a te házadban, itt Isten templomába, de te eljössz bennünket, Uram, arra is, hogy mi is Isten templomának az építői legyünk, Uram. Annyira hálásak vagyunk ezért, magasztalunk téged ezért. Mi köszönjük ezt neked, és köszönjük, hogy itt ezt énekelhetjük, hogy eljött a nap, hogy a bűnünket elmostad. Hogy vége, hogy mi itt lehetünk, és szabadok lehetünk, emberek lehetünk, akiknek egyszer és mindenkorra örökre megbocsájtottak. Új életünk van. Van egy ország, egy hely, ami vár ránk. És ott vagy te, aki azt mondod, eljössz hamar, és hogy jutalmakat adsz. Én köszönöm ezt neked. Én köszönöm, hogy ez az, amit adsz nekünk, és kérlek azt az örömöt és azt a szeretetet segíts nekünk átadni, ami te benned van, amit tőled kaptunk. Kérünk, hogy az a folyó, amit árad közöttünk, az Isten lelkének folyama, az kiáradjon ebből a gyülekezetből. Elérjen másokat, elérjen életeket, elérjen embereket. Kérünk erre a Jézus nevében. Amen. Amen. Ez még egy dal lesz?
Azt akartam mondani ám az elején, este elején, az én hibám volt, hogy a bandék játszanak ma, de ezt védsek ilyen hibákat minden este. Szóval, Isten áldjon benneteket. Tehát Isten áldjon benneteket. Itt tartottam, azt hiszem. Jól, gazdagon. Jövő héten találkozunk ugyanitt ugyanekkor. A héten imádkozzatok, értünk, azért a nagy csapatért, vagy 80 ember, 3 különböző helyen lesz majdnem minden nap a következő héten evangélizálni. Imádkozzatok, értünk. Minden este van itt a hátsó imateremben 7:30-8 ima alkalom azoknak, akik szeretnének együtt csoportban imádkozni, értünk. Sütő Móniék vezetik ezt, ha valaki tudja, hogy kik ők. Nincsen más. Sziasztok! Vigyázzatok a cuccaitokra, ne nagyon hagyjátok szerte szét!